ott fekszenek sorban, ruhásról, mint a lehingek. Nem veszek egyet. Miért van most ennek ekkora jelentőség? Nem azt mondtam, hogy 10 évig nem teszem be ebbe az országba a lábam, hanem pont azt mondtam, hogy egy év múlva visszajövök. Kiváltam a kápolnában. Ott állt az oltáron az Isten tisztelet alam. És azt mondta, hogy ez adja. Skóciából baszott, keresztül utaztál egész Európán. Én ezt azért nem nevezném kirándulásnak. Más egész életével ki sem mozdul a falujából. Mi a nagymamádról beszélünk? Hol voltunk mi kirándulni az elmúlt 5 évben? Miből mentünk volna. Hogy ne végnyékoljatok! Nem megyünk hová, hülyék! Itt maradunk örökre és kész, mert én vagyok a kapitány. Faszos seggűek! És akkor elkezdett esni az eső. De a folyóban nem lett főbetűnt, hanem a mederben gyönyörű fák és virágok nőttek, aminek a hajó volt a közepén, és az lett a világ legszebb helye. Az állatok látták, hogy pont jó volt, amit Sofira Tóda Vinci csinált, mert különben most nem lenne ez. És egész életükben ott akartak maradni. És Sofira Tóda Vinci megnevezték, kinevezték kapitánynak. Én vagyok a kapitány! Itt a vége, Fischer, kérlek.